23 első osztályos kezdte meg az iskolát péntek reggel a Nyíregyházi Móri Zsigmond Általános Iskola Vécsei Károly tagintézményében. Így összesen jelenleg 287 a tanulói összlétszám. Az új diákokat leendő tanáraikon túl a második osztályos tanulók is köszöntötték. A tanévnyitón az iskola új igazgatója kiemelte, a nyári időszakban több felújítás is történt az iskolában. Például festettek, padokat és székeket javítottak, valamint elkezdtek egy vagyonvédelmi kamerarendszert is kiépíteni az intézményben és az udvaron. Az iskola folyamatosan pályázik különböző támogatásokra. Az iskolában nagyon sok előremutató fejlődést láthatunk, sok pályázatban veszünk részt, ebben az évben is több pályázat bonyolódik, illetve a napokban adtunk be újabb pályázatokat, ezeknek az eredményét még várjuk, de már most megérkeztek például informatikai eszközök, több mint 90 új laptoppal kezdjük meg az évet, amelyeket az órákon a napközikben használhatnak fel a tanárok a gyerekek fejlesztésére. Az első órán még a tankönyvekkel ismerkedtek a legkisebb diákok. Elsőtől 9. osztályig idén már minden diák ingyen kapta a tankönyvcsomagot. Erre összesen 13 milliárd forintos forrást biztosított az állam. Ez a tanulók 87%-át, mintegy 1,1 millió gyermeket érint. Az első tanítási napon még csak osztályfőnöki órák vártak a gyerekekre, a rendes oktatás szeptember 4-én hétfőn kezdődik majd valamennyi intézményben. Napkoron is megnyitották a 2017-2018-as tanévet. A településen összesen 31 diák kezdte meg tanulmányait a Jósika Miklós Általános Iskolában. Az intézményben 7 alsós és 6 felsős osztály van jelenleg. Az intézmény igazgatója kiemelte, zökkenőmentesen indítják el az iskolai évet. A Jósika Miklós Általános Iskolában is történt felújítás a nyár folyamán. Kisebb javításokra és nyilászárult cserékre is lehetőségük volt. Az évnyitó ünnepségen a Nemzeti Fejlesztési Miniszter bejelentette, jóváhagyták az iskola pályázatát, így az intézmény a következő időszakban tovább fejlődhet, erre több 100 millió forintos segítséget kapnak. Az intézményben megfelelő számú, méretű, korszerűen felszerelt fejlesztőterem, valamint közösségi tér kialakítása és felújítása szükséges. A mindennapos testnevelés infrastruktúrális és eszközellátottsága megfelelő módon biztosítani kell, így szükséges a tornaterem felújítása, a sportpálya bővítése, a jelenlegi tornaterem mérete 12x24, azaz 288 négyzetméter. Na most jön a lényeg. A jelen konstrukció keretében az FOP 412/2017-es 000088 számon nyilvántartott támogatási kérelmüket az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Balogh Zoltán miniszter úr, most figyeljenek az összegre, 679.508.320 forint összegű támogatása érdemesnek ítélte. Ebből az összegből többek között fejlesztő szobákat alakítanak ki, liftet építenek, megszépül az iskolaudvar, és fedett sportpályát is építenek majd egy 150 fős lelátóval. A korszerűsítés mind a 13 osztály tanulói és az intézmény tanárai számára biztosítja majd az oktatás modern feltételeit. Bár a 180 napos tanév pénteken elkezdődött, a diákok számára jó hír azonban, hogy az őszi szünetig csak október 30-áig kell várniuk. Az utolsó tanítási nap ebben a tanévben pedig 2018. június 15-én lesz.